kedves testvérek! A mai ünnep evangéliumában, a Bibliából mindig föl szoktuk olvasni Jézusnak az őseit, a családfáját. És aki egy kicsit ismeri a Bibliát, az tudja, hogy ez a hosszú történet egyáltalán nem örömteli eseményekkel teli. Ebben a családfában van nagyon sok fájdalom. Dávid király bűne, aki megölette Uriást, és elvette a feleségét. Benne vannak vérszomjas uralkodók, nagyon sok szenvedés és nagyon sok fájdalom. Egy ilyen családfának a végén születik meg Krisztus. És azért születhető meg, mert volt ebben a családban a legvégén valaki, Mária, aki a szívét egészen kinyitotta az Úristennek, aki őt beengedte, akinek a szívében Isten testet ölthetett. A mi életünk története is igen gyakran tele van szenvedéssel, zűrzavarral, fájdalommal. Ahogyan tele van ilyen fájdalommal a nemzetünk története, az utóbbi évek története is, a szegénységnek, a gyűlöletnek, nagyon sok fájdalmas eseményével, amelyeknek az egyik legfőbb oka talán a rendszerváltozás után bekövetkezett események. A rendszerváltozásunkig a magyarországi cigányság túlnyomó része dolgozott. Ebből semmi különösebb probléma nem is volt. És aztán néhány év alatt a cigányságnak körülbelül kétharmada elveszítette az állását. 1993-ban már csak a munkaképes cigányság 28%-ának volt állása. 3 év alatt több, mint a cigányság kétharmada veszítette el az állását. A jelen problémáinknak a legfőbb oka ez. Talán mi is azt gondoljuk, hogy a történetünk túlságosan fájdalmas, de hogyha ebben a történetben vannak ahhoz hasonló emberek, mint Mária, akkor a mi családjaink történetében és a mi történelmünkben is az Isten megjelenhet. A mi családjainkban is jelen lehet, nekünk is áldást hozhat. És a mai nap egy ilyen embert ünneplünk, talán a legnagyobb cigányt, aki valaha eddig a Földön élt, Boldog Szeferinót, aki a cigányok védőszentje, példaképe. Hadd mondjak el néhány dolgot az ő életéből, hogyan engedte be ő az Istent az életébe, a családja életébe, hogyan lett az élete áldássá. Egy rendkívül szegény családban született, Spanyolországban, sátrakban éltek, vándorcigányok voltak. Télen, amikor ő fölébredt, akkor igen gyakran az első dolga az volt, hogy kiment a sátorból, és hóval bedörzsölte az arcát, úgy mosakodott, ezzel tudott egy kicsikét átmelegedni. Írni, olvasni nem tudott, soha egyetlen napot iskolába nem járhatott, ami neki egy nagyon nagy fájdalma volt. Azonban megvolt benne egy különleges bölcsesség, a szív bölcsessége, amit nem könyvekből lehet megtanulni. Például Szeferinó, ha káromkodást hallott, az neki szinte fizikailag fájt. És egyből odament, és azt mondta a káromkodónak, hogy miért bántotta az Istent. Ő nem tett neked semmi rosszat. Ő adta neked az életet.
miért bántotta az Istent. Szeferino közelében lassanként a káromkodás eltűnt. Az ő családjában nem lehetett így beszélni, mert ő neki ez annyira fájt, lassanként mindenkit rávett erre, hogy az Istent ne szidalmazza. Megvolt benne a szív bölcsessége. Nagyon gyakran tanította a gyerekeket is a jóra. Ha például látott olyan gyereket, aki állatokat bánt, állatokat kínoz. Néha látott gyerekeket, akik hangyákat összetaposnak. Akkor is mindig oda ment. És azt mondta, ők is Isten alkotásai. Miért bántod őket? Szeferino egy nagyon felelősségteljes ember volt. Az édesapjuk a családot ott hagyta egy másik nő kedvéért, az édesanyjukat ott hagyta. Édesanyjuk nem sokkal később meg is halt, talán pontosan emiatt. És körülbelül 20 évesen Szeferino lett a családfő. Ő nevelte föl a saját öccsét, aki őt Pelé papának szólította, édesapának szólította. A családjának ő volt az oszlopa, az összetartója. Igen gyakran ő volt a cigányok között a béketeremtő. Ha valami vita volt, akkor oda hívták. És ő megnyugtatta az embereket, lecsendesítette őket. Mindenkinek egy kicsit igazat adott, és addig nem távozott, nem tágított, amíg a két vitatkozó kezet nem nyújt egymásnak. Szeferino béketeremtő volt, akire nagyon sokan fölnéztek. Bekerült aztán egy spanyol kisvárosba, életében először kőházban lakott, és rengeteg mindent ebben a kisvárosban fölfedezett. Leginkább Jézus találta meg az egyházat, a hitet. Igen gyakran bement a templomba, hallgatta a Biblia szavait, és a hit a szívében megszületett. Nem valami fajta ember kitalálta vallást kezdett el követni, nem egy apró kicsi szektát, amit 10-20 évvel azelőtt valaki kitalált, hanem azt a kereszténységet, amely Krisztus születése, élete óta létezik, amelyet nem ember alapított, amely 2000 év óta van, amely őrzi azokat a titkokat, amelyeket Krisztus ránk hagyott, leginkább az ő legszentebb testét és vérét, amelyet az utolsó vacsorán nekünk adott, amikor mondta, ez az én testem, ez az én vérem. A hiteles kereszténységet, a katolikus hitet választotta, amelyet 2000 évvel ezelőtt maga Krisztus indított el az útjára. És Szeferino ezt a hitet adta tovább a szeretteinek, a családjának. Amikor az egyik kislány, az egyik testvérének az unokája első áldozó volt, Szeferino a templomban zokogott örömében. A családjának a hitet át tudta adni. Olyan ember volt, akit mindenki szeretett, csak akire mindenki fölnézett. Egyik alkalommal egy kisgyerek nagyon rossz volt, és az édesapja meg akarta verni. Utána is futott, a gyerek Szeferinohoz ment, mögéje bújt. Szeferino odalépett az édesapa elé, és azt mondta neki, ne verd meg. Nekem ez a gyerek megígérte, hogy többet rosszat nem tesz. Szeferino ilyen ember volt, a jóság, a becsületesség, a béke embere. Egy alkalommal egy nagy állatvásáron meglátta, hogy az egyik cigány lopni akar, hátulról a nagy tömegben valakinek a pénztárcáját akarta kivenni a zsebéből. Szeferino meglátta, egy kis bot volt nála, és ráütött az illető kezére. Az megijedt, hátra nézett, látta, hogy észrevették, elszégyelte magát, ott hagyta a zsákmányát. Szeferino egy talpig becsületes ember volt, és erre igyekezett tanítani, segíteni mindenkit. Az élete egyik legszebb pillanata az volt, amikor TBC járvány, tüdőbaj pusztított abban a városban, és egy idős ember az utcán vért hányt és összeesett, csupa vér lett
az inge, az arca, a ruhája. Senki nem mert oda menni, mindenki rettegett attól, hogy ezt a betegséget megkapja. Szeferino gondolkodás nélkül odament. Volt ott egy utcai kút, megmosta ennek az öregembernek az arcát, az ingét, aztán fölsegítette és hazakísérte. Nem sokkal később kiderült, hogy ez az ember a városnak a volt polgármestere volt, aki annyira hálás volt, hogy adott Szeferinónak egy nagyszerű tanácsot és egy nagyon nagy kölcsönt. Akkor volt vége a világháborúnak, és rengeteg lovat olcsón eladtak. Mondta ez az ember Szeferinónak, menjen Franciaországba, vegyen lovakat. És kapott hozzá egy nagy kölcsönt, ő el is ment, megvette ezeket a lovakat gyalogosan a hegyeken át. Áthozta, ami nem is volt egészen könnyű. Spanyolországban eladta. Életében először Szeferinónak lett egy kicsi pénze. Az első dolga az volt, hogy ezt a kölcsönt maradéktalanul visszaadta. Sőt, a haszonnak a felét is vissza akarta adni. Mert azt mondta, ennek a becsületes polgármesternek, ennek az öregembernek köszönheti ezt a hasznot. A haszon felét is vissza akarta adni. Szeferino ilyen ember volt. Ezt az öreg polgármester nem fogadta el. Így lett Szeferino életében először egy kicsikét gazdag. Attól kezdve mindig voltak lovai, kereskedett, és rengeteg embernek segített. A felesége néha sokalta is ezt a segítséget, amit adott. Szeferino gyakran ki is ment a házból, vagy átment egy másik utcába, ott adott a többi cigánynak egy-egy kis pénzdarabot, vagy egy-egy kis csomag ennivalót. Úgy próbálta őket mindig kisegíteni, támogatni. Valaki mondta is neki, hogy Szeferino, neked lukas a zsebed, ha valami kicsi pénzed van, egyből odaadod. És hát aztán ugyanezzel a jó szívvel áldozta föl az életét. 1936-ban, amikor néhány hónap alatt vörös partizánok több mint 6000 papot szerzetest megöltek. Éppen egy fiatal papot akartak elfogni, egy ártatlan fiatal papot. Szeferino megint csak gondolkodás nélkül odament. Azt mondta, ennyien egy ellen, aki ráadásul ártatlan. Abban a pillanatban őt is elfogták a papokkal együtt. Börtönbe került, körülbelül 20 pappal együtt volt börtönben. És aztán egyik éjszaka kivitték őket a temető mellé, és ott sorra mindet lelőtték. Szeferino utolsó kiáltása ez volt, éljen Krisztus király. Másnap aztán a cigányokat hajtották ki, hogy ők ássák meg a sírt. Akkor látták, hogy ott fekszik Szeferino is, a keze összekötve, egy fiatal pappal, arccal a földön, csupa vér. Egy nagyszerű cigányember volt, aki az életét megnyitotta Krisztus felé, az ő szeretete, igazsága felé. Mindannyiótoknak ugyanezt kívánom. A történelemben akkor történnek igazán nagy lépések, akkor tudunk előre jutni, hogyha a szívünk megújul, ha a szívünk változik. Így volt ez a magyar nép történetében is, amikor Szent István a mi népünk kapuit megnyitotta Krisztus felé. Ezt kívánom szívből minden cigány testvéremnek is. Engedjétek be az életetekbe Krisztust. Ha tudjátok őt behívni a családjaitokba és a hétköznapjaitokba, akkor Jézus áldást fog hozni, életet fog hozni, békességet fog hozni. Ő ráépítsétek az életüket, életeteket. Ezt a kegyelmet kérjük ezen a mai szentmisén mindannyiótok számára.